Nem biztos benne, hogy az a piros pólós fiatalember dobta fejbe, akit az ATV felvételein lehet látni. Ezt mondta a devecseri tüntetésen megsérült jobbikos képviselő. Abban bizonyos, hogy a kő, amely eltalálta, a tömeg felől érkezett, mert amikor az ütést érezte, háttal állt annak a háznak, ahonnan szerinte dobáltak az ott lakók. A sérüléséről készült felvételt azonban nem tartja bizonyító erejűnek. Ferenczi Gábor ismeretlen tettes ellen tett feljelentést a vasárnapi eset kapcsán. Akár a demonstrálók részéről, akár a cigány lakosság részéről is ért a támadás. Én mindenképpen elítélem az erőszakot, ez egy békés demonstráció volt. A demonstráció résztvevői a romák lakta környéken cigány ellenes jelszavakat skandálva vonultak egészen addig, míg az egyik háznál megálltak, s az ott a kerítésen belül levőket dobálni kezdték. Az egyik eldobott kő Ferenczi Gábor képviselőt talált el, s ahogy azt korábban megmutattuk, azt is rögzítette kameránk, hogy kidobta el az ominózus követ. Ferenczi ma azt mondta, hogy ő is megpróbálta megtudni, hogy ki is a piros pólós fiatalember. Tudjuk, hogy kicsoda, de én nem szeretnék bocsátkozni semmilyen előítéletbe, nem szeretnék semmilyen ítéletet hozni ez ügyben, majd a rendőrség kideríti, hogy valóban ő dobott-e. Nem szeretném őt azzal sem kellemetlen helyzetbe hozni, hogy a személy azonosságát én tárnám a nyilvánosság elé. Ezek azok a képkockák, melyeken szerintünk jól látszik, hogy mi is történt. Ferenczi szerint ezek még nem bizonyítanak semmit. Én azt gondolom, hogy a rendőrség feladata lesz eldönteni, hogy valóban ő dobott-e. Ugyanis az a felvétel, ami megjelent a különböző hírportálokon, azt úgy véljük, arról a felvételről úgy véljük, hogy nem bizonyító erejű. A képviselő szerint egyébként többen is állítják, hogy a piros pólós férfi nem dobta fejbe a főszervezőt. Hogy mi is történt, a rendőrség dolga kideríteni, akik meg is indították a nyomozást a devecseri dobálózás ügyében.